Szervusztok, kedves nézőink! Eljött a mai napi Battlefield 4 túravezetés Navasszág DLC-nek az utolsó pályája, Nansha Strike. Jaj, nem hiszitek el, de hát nagyon kemény mérkőzések mögött állok. Úristen, ma is micsoda küzdelmünk lesz, és nem hiszem el. Komolyan mondom, képes voltam rögtön itt az elején meghalni. Hát komolyan mondom, hogy fogom így megnyerni ezt a kör, gyerekek? Mondjátok meg nekem, hát na mindegy. Na, szülessünk le akkor újfent, mint látható, ismételten karrierasút lásmódba játszunk, 100%-ról indult a küzdelem, és hát jelenleg a kínai félen vagyunk megtalálhatóak, és már is menni kéne a D pont irányába. Látható, hogy már érkeznek is oda a környékre az enemik, hát csak az a kérdés, hogy és itt pontjuk egy szépen egy ejtőernyő, és sikerült egy kicsit rásebezni, és el is halálozott szépen az illető úriember. Már is megyünk következő kontrollpontra, amit be kell foglalnunk, ez pedig nem más lesz, mint az E. És hát vagyok olyan ügyes, hogy mire odaérek, addig a társaim be is húzzák. Hát jól alakul a küzdelmünk, mit kell mondjak. Ha. Kiváló mérkőzés. És... na, akkor most támadjuk be a D kontrollpontot. Ellenségnek jelenleg a D és az E van a kezén, és továbbra is a C, az F és a G van a mi kezünkön. Most azt hiszem gyors visszavonulót kéne fújni. Egyelőre, hát a Nansha Strike volt az egyik olyan pálya, amivel a legjobban megszenvedtem már, hogy 3-4 ilyen győztes körön volt, jó, mondjuk úgy győztes, hogy én voltam az MVP, viszont mindig sikerült az ellenfélnek az utolsó pontba, hát bejutni a anyahajóra értemszerűen, beélesíteni az M-komokat, és egy vagy két másodperccel mindig hamarabb robbant az ő M-komjuk, mint a miénk, úgyhogy mindig mi veszítettük a kört. Hát gondolhatjátok azt az agyfaszt, amit olyankor kap az ember. Na, most közben meg itt felülről tüzelnek rám, úgyhogy megint egy fedezéket kell, hogy keressek. Hála égnek, most helikopteres támogatást is kaptam, úgyhogy gyorsan ki is végezte a domb tetején megtalálható úriembert, úgyhogy jövünk is ide szépen húzni a D-kontroll pontot. Ez az egyetlen egy pont, ami még ellenséges kézen van, és már ez is szürke, tehát nem tudnak ide leszpanolni a drága jó amerikai haderő képviselői. És hamarosan be is foglaljuk, de már közeledik is az ellenfél, egyel sikerült végezni. És még itt potyognak ránk a szikráról, hát az a baj, hogy kettő fickóval tudtam csak felvenni a kontaktot, de a harmadik az sajnos már mögöttem volt, úgyhogy el is haláloztam. Jaj, na akkor szülessünk le gyorsan. Azt hiszem, most még mindig a D-t kéne bevédenünk. Egyes pályákon az AC-130-as is elő szokott fordulni, ami a D-kontrollpont befoglalása esetén, hát azt hiszem azt a Commander tudja leküldeni a játékosoknak, és hogyha megteszi, hát akkor onnantól kezdve eléggé el van döntve a meccs kimenetele. AC-130-as, most nem tudom, erre a pályára egy kicsit szerintem el lett túlozva, mert elég nehéz elpusztítani, gyakorlatilag csak helikopterrel lehet. Helikopter meg mire felmegy abban a magasságban, ahol az AC-130-as megtalálható, addigra vége a körnek, úgyhogy... aki abban a gépbe ül, az tulajdonképpen Isten módban élvez. Egyedül úgy tudjuk kivédeni ezt a dolgot. Ó, sikerült felrobbantanunk egy atak boltot. Ó, Isten, de királyok vagyunk. Egyedül úgy tudjuk kivédeni az AC-130-as jelenlétét a térképen, hogyha mi foglaljuk be a D-pontot. Viszont aki meg az AC-130-ban van, aznak meg azzal lesz elfoglalva, hogy te ne tudsz befoglalni a D-pontot. Ugye ez egy tipikus 22-es csapdája, aminek közben még egy atak bolt tűnt fel a színen, amit már is tűz alá vettünk. El is indult oda a pilóta, vagy hát a kapitány. Én meg innen oldalról próbálom meg a minigunnal tűz alatt tartani, de most éppen át kell üljek a másik oldalra. És azt mondja, egy emberrel sikerült végezni, és még egyel, ó Istenem, sikerült ezzel a csónakkal is végezni. Viszont ők is végeztek mi velünk. Hát igen. Csúnya dolog ám a háború. Na, de nem adjuk fel a küzdelmet, annál is inkább, mert egyelőre egész jól állunk a meccsben. Ó, és itt kettő darab ellenséges úriember megtalálható, akik éppen ebbe a légpánásba foglalnak helyet. Azt mondja, az egyikkel sikerült végezni. Jaj, és hét töltényem volt, és nem tudtam lelőni a másikat, úgyhogy ő végzett én velem. Hála égnek, a helikopteres támogatáshoz megint időben jött, és ki is végezte az illető úriembert. Na, nézzük, hogy áll a küzdelmünk. Hát a mi anyahajónknak jelenleg 90%, vagy pontosabban már 88% az élettereje, még az ellenség anyahajójának 65%, 2 pont van a mi kezünkön és 3 az ellenség kezén, ami a dolgok jelenlegi állása szerint az ellenségnek kedvez, úgyhogy nekünk kéne hamarosan újfent egy pontot befoglalni. De ezt az illetőt azt hittem én fogom megölni, de hát a vízből pisztollyal valahogy jobban tud tüzelni az illető, mint én felette állva egy gépfegyverrel.
Hát igen, érdekes bukja ez megint a játéknak. Na de mindegy is. Azt mondja, melyik pontot kéne betámadni, hát... Azt hiszem itt van a legnagyobb hemzsegés a környéken. Ellenséges helikopter, spotoltam, hogy hát a többieknek kedve támad szétütni. És itt vagyunk, húzzuk szépen az elpontot, itt a lépcső alatt megsúnyulok. És hát jelenleg mi állunk jól. Bár próbálnak mögén kerülni, aztán pont mögöttem van egy fickó, szerencsére a többiek leszették, és jön egy ellenséges helikopter, pont engem fúr ki magának, de hála a jó égnek a lépcső az nagyjából megvédett a robbanások elől. Úgyhogy már is menünk el tovább a következő pontra, ami most az F, mert azt próbálja meg húzni az ellenség, azt kéne valahogy megvédeni, csak ez a helikopter folyamatosan így körözze a fejünk fölött. Az a baj, hogy én most medikkel jöttem le erre a pályára, amúgy általában mérnökkel szoktam, és stingert vagy iglát használok, így a levegőben megtalálható objektumok ellen. De most nem tudom, valamilyen olyan kedvemben voltam, hogy kipróbálom most kicsit infantrisba ezt a pályát, mert hát ez a három kontrollpont elég közel van egymáshoz, és elég nagy itt a népsűrűség, úgyhogy így is jól lehet érvényesülni. Hát ott a sarokban meglapul szépen egy úriember, és el is tudtuk kapni a búráját, és húzzuk vissza szépen az F-pontot, úgyhogy úgy néz ki, hogy ugye sikerült megvédeni. 55% van még az ellenség anyahajó életerejéből. Ha sikerül elérni a 45%-ig, akkor szépen megnyílik nekünk a raktér, és be tudunk nyomulni az anyahajóba. Úgyhogy hamarosan el fog jönni ez a pillanat, amikor újfent akcióba léphetek. Mindeközben az elpontot elkezdték húzni, drága jó fickók, és hát egy ejtőernyő is próbált meg kiugrani a helikopterből, csak később nyitotta ki az ernyőjét, úgyhogy szépen szét is placsart a földön. Mindeközben a távolba spotoltak egy úriembert többiek, úgyhogy húzzák is vissza szépen az elpontot az amerikaiak. Hát most minimap alapján próbálom így a gránátokat láthatatlanba elhajítani, és sikerült is valamicskét rásebezni az egyik ott található úriemberre. Próbálunk benyomulni ide és húzni vissza a zászlót, ami egyelőre jól sikerül, magyarán mi vagyunk itt többen. Hát minimap alapján még itt tőlünk, azt hiszem, ha jól mondom, most olyan, hú, várja, angolban nem tudom, West, North, na mindegy, most ebben nem megyek bele. Azt hiszem nyugatra voltak megtalálhatók az úriemberek. Na, egy sniperrel sikerült újfent végeznünk, és úgy néz ki a minimum térkép alapján, hogy ó, ott egy ejtőernyős fickó, ezek még mindig a levegőből potyognak ide a pontra. Na, vele is sikerült végezni, úgyhogy most már 4 pont van a mi kezünkön, és elékeztünk a 45%-hoz, úgyhogy szerintem lassacskán eljön az ideje annak, hogy elmenjünk az anyahajóra, kicsit amperkodni. Megpróbáljuk még ott, még megint feltűntek ott a fickók, nem tudom hol van a spampoltjuk, de folyamatosan le tudnak oda születni. Na jó, azt hiszem most jött el annak az ideje, hogy benyomuljunk az anyahajóra, úgyhogy hamarosan szerintem redeployolni fogok. Még itt a D-t megpróbálom bevédeni, aztán vagy életben maradok, vagy nem, ez hamarosan kiderül, srácok. Azt mondja, a minimap alapján sehol senki. Bejövök ide ebbe a kis rombálőtt kis bódéba. Valaki már tűz alá vett engem, csak fingom sincs, hol van az illető úriember. Azt mondja, itt nem látom, próbálom magam visszatölteni. És ott van, és hát túl közel volt hozzám. Na mindegy, legalább így lesz időm bemenni az anyahajóra. És nekik még mindig küzdeni kell a kontrollpontokért azért, hogy megnyíljon számukra a mi anyahajónk. És már is itt látható, hogy a többiek már szépen lejöttek ide, még a C-t azt lehet be kéne védeni. Annál is inkább a helikopter itt megtalálható ezen a helyszínen, és hát ez nem lenne jó, mert sokkal könnyebben tudnak kontrollpontot foglalni. Ha van helikopterjük, egy medikkel sikerült végezni. Jajjaj, és sikerült bevédeni a C-t, na most jöhet a redeploy. Azt mondja, sehol semmi. Egyetlen egy pontjuk van, a D is, az is elkezdett villogni, úgyhogy szépen öngyilkosságot követek el. És irány az anyahajó. Hú, gyerekek, na most jön a sűrűje az egész játéknak. Ajaj. Na, azt mondja, hogy próbáljunk meg, hát ezen már nem próbálunk meg szépen besúnyogni az anyahajó területére, megint leszülettünk ide, mert elkezdte húzni az ellenség, úgyhogy megint be kéne védeni a D-pontot. Egyelőre megrapulok itten a környéken. Nem szabad azt se hagyni, hogy mikor a anyahajót osomolják a többiek, azt se szabad hagyni, hogy az ellenség szépen visszafoglalja a kontrollpontokat. Annál is inkább már, hogyha sikeresen be tudják a csapatjukból a többiek védeni az anyahajó területét, és ők szépen visszahúzogatják a kontrollpontokat, akkor azon veszük magunkat észre, hogy tulajdonképpen átadtuk a játék megnyerésének a lehetőségét az ellenfél csapatának. Na, ott bujkál az illető úriember. Sikerült egy szép fejlővéssel elintézni, majd
kaptam megint egy kis helikopteres támogatást, úgyhogy meg is védtük a elpontot. Húzzuk vissza az ászlót a szokásos kis kemper zugomba. Na, és akkor ezután megint szépen visszamegyünk. Jaj, na megvan. És most megint a D kezdett el szürkölni, úgyhogy most oda fogunk szépen sunyogni. Azt a pontot is visszafoglaljuk. 30% van még az ellenség anyahójának az életerejéből. Jó van, ez a pont is meg lesz kb. 10 másodpercen belül. És mint látható, még mindig csak az AM-kom világít, úgyhogy még nem tudtak sehová se jutni a többiek a anyahajó betámadásával. Úgyhogy most jön el az a pillanat, amikor végre én is akcióba lépek, és megnézzük, hogy mihez tudunk majd kezdeni. Na, miénk az egész térkép területre, felülről próbálunk meg támadni, hát egy úriemberre már végeztünk az anyahajó tetején. Ajaj, ajaj. Úgy néz ki, hogy felül több ellenség nincsen, haladtunk, mozgolódnak a fiúk. Megpróbálunk innen felülről lenyomulni. Most M320 LVG-t állítottam be aknavetőnek, úgyhogy ez jó lesz, vagy gránátvetőnek. És már sikerült vele elintézni egy úriembert. De nézzük, próbálnak-e még valamit csinálni a fiúk. Egyelőre nem. Egyelőre még mindig semmi. Pisztolya próbálom meg itt életbe tartani magamat. Hát mérnök megint elintézett egy automata fegyverrel. Egy új spampontot kell találnom magamnak, mert úgy néz ki, ez a felülről támadás, ez annyira nem megfelelő. Úgyhogy szerintem most muszáj lesz face to face neki rohanni. És úgy látom, most jó ponton is vagyunk. Csak pont fordított helyzetben vagyok megtalálható. Na ott az A. M-kom. Elnyomok pár gránátot, mert azért nem állt, hogyha robbangatok ott a környéken, mert előszeretettel alá szokták C4-ezni egy illető úriembert, már sikerült fel is robbantani. Elnyomok még egyet. És még egy úriember meghalt. Jó ez az M320 elvég. Ilyenkor ilyen anyahajó foglalás esetén rendkívül hatásos. Most látható itt bal oldalon kettő darab úriember volt megtalálható, akik el is pusztultak. Már is jövök ide az M-komhoz, elkezdem húzni. És azt hiszem sikerült beélesíteni. Már csak be kell védeni, kb. 30 másodperc a robbanásig. Annyi ideje van az ellenfélnek, hogy szépen befoglalja itt ezt a... és megvédje az M-komját. És már is próbálnak kirohantni. De hát elég nagy ösztüzet kapnak, úgyhogy... nem sok esélyük lesz. Hú, gyerekek, micsoda küzdelem, bár most ez nem annyira izgalmas, mint a... egyik ilyen mérkőzésem volt. Hú, ott tényleg azt nagyon szenvedtem. És felrobbant az AM-kom, úgyhogy mehetünk tovább a B-re, de csak szép óvatosan, közben a G-pont elkezdett villogni, de már nem hiszem, hogy komolyabb kárt tudnak ott tenni a kontrollpontok húzigatásával. Még 11% van hátra. Gyerünk lefelé a raktérbe. Jaj. Na, rövidesen felnyílnak a zsilipek, és akkor meg kell próbálnunk előre nyomulni. A lehető legrövidebb időn belül, hogy ne tudjanak felállni, védekezni. Közben nézem, itt magunk mögött nem eljött ide. Hát itt egy atak volt, hát ez a mi atak voltunk, ugye nem kell félnem attól, hogy hátba lőnek minket. És felnyíltak a zsilipek, már is mehetünk be felrobbantani a BM-komot. Ott volt egy support úriember megtalálható, hála égnek sikerült vele végezni. Próbálom magam visszatápolni, mert elég nagy golyózáport kapunk. Meg így a társaimat is tudom egy kicsit segíteni. Jaj, sikerült kikerülni egy gránátot. Ott van még egy úriember, vele is sikerült végezni. Megpróbálunk közelebb jutni a BM-komhoz. Ki kell várni a megfelelő pillanatot, amikor úgy veszük észre, hogy nem figyel az ellenség. Sikerült idejönni az M-komhoz, beélesítjük, és sikerült nekünk beélesíteni. Most már csak annyi teendőnk van, hogy kb. 40 másodpercig még mindig várunk, hogy felrobbanjon itt a motortérbe a M-kom, és sikeresen megnyertük a legújabb küzdelmünket, Nansha Strike-on, a Nova Strike DLC utolsó mapján. Gyerekek, hát remélem tetszett, amit láttatok túravezetéseimből. Szerintem ez egész jó sikerültek ezek a mostani pályák, és a DLC, ez a karrierasszonyút, ez kifejezetten élvezetes. És vége is lett a küzdelemnek, hölgyem és uraim, kérem szépen. Gyönyörű mérkőzés volt. Hú. Na hát. 3% maradt az ellenséges anyahajó életerejéből, úgyhogy ha tulajdonképpen nem sikerül felrobbantani az M-komot, akkor is lényegében megnyertük a küzdelmet. Hölgyem és uraim, remélem tetszett még egyszer a rövidke műsor, amit láttatok. Találkozunk a következő epizódba. Sziasztok!